Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez alkalommal a János Evangélium 5. részéből olvasom fel az igét. A János Evangélium 5. rész első versétől. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz mozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta vizét. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarodása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, és vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Sok áldása van ennek az igének, és hogyha magunkra gondolunk, akkor nyilván, hogy ad az Úr belőle személyes üzenetet, ami ránk vonatkozik. Először is az ünnepek alkalmával ment fel Jézus Jeruzsálembe, ezt olvassuk az első versben. Jézus mindig ott volt, ahol Isten népe volt. Ő nagyon szerette Izrael népét, ugye mondja, hogy nem küldettem máshova, csak Izrael eltévedt juhaihoz, és ragaszkodott is. Ott volt a hely, ahol az Úr népe van, és hogy ma is így van, hogy Jézus a Szentlélek által az övéi között ott van jelen. Mi szeretünk az Isten népe között lenni? Szeretjük az Isten házát? Szeretjük a testvéri közösséget? Jézus azért tudott szolgálni, és azért volt a szolgálata nyilvánvaló, mert hogy a szeretet hatotta át a saját népe iránt, és azok iránt, az emberek iránt, akiknek szolgált. És hogy, hát ez csodálatos dolog, hogy mindazok az emberek át is élték az Úrnak a szeretetét, akár a fizikai gyógyulásba, akár a lelki gyógyulásba, akik Jézus iránt feltétel nélküli bizalommal voltak, ami nem csupán csak a csodák miatt történt, hanem a Jézus szavai által gerjedt hit az, ami az emberekbe elvégezte azt a munkát, amit Isten el akart végezni, amit nem tudott másokon keresztül elvégezni, mégpedig a kijelentett szava iránt, mert Jézus nagyon sokat beszélt, tehát, hogy a kijelentett beszéde az Úrnak, és hogy amikor az igét olvassuk, akkor van-e élő kijelentett igénk. Azt olvassuk, hogy ez a történet ugye úgy folytatódik, hogy Jézus ott Jeruzsálemben a lyukkapunál volt egy tó, amit Betsajdának hívtak, és ez a tó köré vagy épült egy 5 tornácból álló hatalmas ilyen
szegény kórház, beteg kórház, hát nem is tudom, minek nevezzük. Itt sok mindent leírnak erről, hogy hogy is nézett ez ki, de hogy ide hordták a betegeket, és nagyon sok beteg fért el ebbe az öt tornácos helységben, vagy helységekben, és hogy ma is rengeteg beteg van, és egyre több a beteg, úgy annyira, hogy a magyar egészségügy nem tud ellátni betegeket. Tegnap egy kedves belgyógyász asszonnyal beszélgettem, és azt mondta, hogy a legszomorúbb az, hogy vannak daganatos betegek, akik mire megkapják a 3 hónapos időpontot, addigra meg is halnak, és hogy ez milyen nehéz is. Hát el lehet képzelni, hogy abba a korba mennyire reménytelen volt a betegek helyzete, mert ma azért hát valamelyes segítséget kapnak, rengeteg a beteg, és nem elég a gyógyító személyzet, akkor is ez így volt. Ezt olvasok, hogy ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várván a víznek megmozdulását. Tehát, hogy rengetegen voltak, és ezek mind olyan betegségek, hogy hát nem nagy remény volt itt a gyógyulásban. Mégis ezek a reménytelen emberek vártak valamire. Volt, aki angyalra várt, mert a népi hagyomány szerint, ha az angyal leszállt a vízre, akkor felkavalta, és a víz megmozdulása az, aki először ment be, az meggyógyult, de volt, aki arra várt, hogy lesz egy embere, akit megfizet, és aki törődik vele, és akkor majd ő lesz az első, aki be tud jutni a vízbe, amikor meggyógyul. Ugye itt én föltettem a kérdést, hogy vajon én mire várok, mi mire várunk, emberekre. Sokan a természetgyógyászat bizonyos eszközeit veszik igénybe, vagy természetes anyagokat, gyógynövényeket. És van olyan, aki azt mondja, hogy ő már mindegy, hogy mire vár, csak történjen vele valami. Ha az ember valamire vár, és hittel, bizalommal, reménységgel van, akkor történik is vele valami. Miért is volt ez a reménytelen sokaságnak a várakozása? Mert hogy időnként angyal szállt a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarodása után meggyógyult, akármi némi betegségben volt. Úgy tudom, hogy itt ugye ennek a tónak volt egy élő forrása, és ez az élő forrás időnként túlbuzgott, és akkor nagyon mozgott a víz, és ez a vízmozgás volt az, ami a reménységet adta, és hogy hát volt egy ilyen természetes gyógyító ereje is, és hát különféle reménységek voltak. A beteg emberek is általában reménykednek a gyógyulásuknak, és hogy itt is, hát nyilván azért fektették oda a betegeket, meg aki tudott oda menni, azért feküdt oda, mert reménykedett abba, hogy meggyógyul. Ha ritka is volt, de reménykedett. Volt, aki a pénzébe reménykedett, hogy ő meg tudja fizetni az embert, volt, aki a szerencsébe reménykedett, és talán voltak olyanok, akik az Úrban reménykedtek, hogy majd csak az Úr valamit tesz. Sok angyalos történet van a Bibliában, hogy az angyalokkal üzent az Úr, és akinek volt hite, azt gondolta, hogy az Úr nem fog róla elfeledkezni, így remélem, hogy így volt. És akkor volt ott egy ember, aki nagyon hosszú ideje, 38 esztendő óta volt betegségben, töltötte el ezt az időt, és hát
Én nem tudom, hogy ő mit reménykedett. Ugye 40 éves volt a pusztai vándorlás, ez a 38 év, ez egy nagyon komoly idő. És hogy ott volt, ott feküdt, és nem vette észre senki, hogy Jézus is ott volt, hogy Jézus ott megjelent. És nagyon sokszor sopánkodunk, reménytelenségbe vagyunk, és nem veszük észre, hogy Jézus ott van mellettünk. Ez a 38 éves beteg se vette észre, és amikor Jézus látta ezt az embert, hogy ott fekszik, és az, hogy 38 éve, akkor ő tette fel a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni. És úgy gondolom, hogy a Jézus jelenléte, bármilyen nyomorúságos az életünk is, vagy vagyunk, hogyha ő ott van, akkor mindig Istenre irányítja a figyelmet. Itt mindenkinek a figyelme az utolsó idegszállásig, szálláig a víz megmozdulására figyeltek. És annál sokkal nagyobb volt ott jelent maga az Úr, és hogy az Úr azért kérdezte meg ettől az embertől, mert a figyelmét ennek az embernek az Úrra akarta irányítani. És amikor Jézus megjelenik, akkor úgy irányítja magára a figyelmet, a figyelmünket, hogy minden más eltörpül, és megkérdezi, hogy mire van szükséged, hogy te mit akarsz, akarsz-e meggyógyulni. Hát milyen kérdés volt ez? Vajon miért tette fel Jézus? Mert hogy hát nyilvánvaló volt, hogy nincs segítség. És nagyon sokszor a nyilvánvaló dolgokat kell, hogy az Úr hangsúlyosan megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És akkor az ember arról beszél, hogy mi az akadálya a gyógyulásának, és úgy gondolom, hogy nekünk is vannak akadályaink a testi és lelki gyógyulásunknak. Mit is mondott a 7. versbe? Uram, nincsen emberem, hogy bevigyen engem a tóba, és hogy mindig mások megelőznek engem. Őszintén feltárta a problémáját, amit ő a legnagyobb akadálynak látott. Nem azt látta akadálynak, hogy én nekem gyógyíthatatlan betegségem van. Uram, ne fáraszd magad, mert én nem fogok járni. Neki a legnagyobb problémája az volt, hogy nincs emberem, aki engem bevigyen, hogy én legyek az első, és ezért mindig mások megelőznek. Ugye a válaszban az is benne volt, hogy eddig is akartam én meggyógyulni, de hát ez nekem 38 éve nem sikerült, és hogy lehet, hogy mondta azt is, hogy Uram, nem csak ember hiány, hanem angyal hiány is van. Kicsit több angyal lenne, akkor talán állandóan mozogna a víz, és akkor én is bele bejutnék. És hogy mindig lemaradok. Másoknak sikerül, nekem nem. És hogy tulajdonképpen már nem is volt neki ebben hite, mégpedig az volt a tapasztalata, hogy ő neki úgyse sikerül. Ez a kérdés, hogy nekünk mi a tapasztalatunk, van-e hitünk, és hogy élünk-e a hitbeli tapasztalatokkal, hogy ugyan nincs emberünk, hogy ugyan nem mozdul meg gyakran a víz, minden olyan állóvíz, de hogy az Úrral, Istennél minden lehetséges. A negatív gondolkodás az a hitetlenségről beszél, és úgy gondolom, hogy Jézus látta, hogy elfogyott ennek az embernek minden reménysége. És akkor az Úr Jézus itt nagyon egyszerűen azt mondja, kelj fel,
vedd fel a te nyoszoljádat és járj. Mindig kell valamit az embernek tenni. Tehát a hitbeli lépés az nem arról szól, hogy az Úr, a varázsló is megtörténik, hanem azt mondja az Úr, hogy jó, hát kelj fel. Azt a gyékén nyoszoljádat vedd föl, az nem olyan nehéz, és akkor vigyed. Ilyen egyszerű. És hogy ez az ember hitt a Jézus szavának, mert megpróbált fölkelni. Hitt és engedelmeskedett. És azonnal felkelt és járt, és alkalmas lett arra, hogy vigye a nyoszoljáját. Egy olyan ember, aki 38 éve nem kelt föl, egy helybe feküdt, az Úr szavára felkelt, és járt, és vitte a nyoszolját. Ez a kérdés, hogy mi cselekszünk-e az Úr szavára, vagy tovább ott maradunk fekve. Nem azt mondta, hogy te ide figyelj, már hát 38 éve itt fekszem. Csak nem gondolod, hogy mert te azt mondod, hogy keljek föl, akkor én föl fogok kelni. Hanem hitt és engedelmeskedett. Ezt olvassuk, hogy azonnal felkelt, és vitte a nyoszoljáját. És akkor itt még egy vers van, ami nem olvastunk fel, de ismeritek, hogy megkérdezték tőle, miután meggyógyult, hogy ki az ember, aki mondá néked, hogy mit csinálsz, tehát szombat van, hát a vallásos emberek ilyet nem csinálnak, hát ez törvény ellenes, hogy te az ágyadat hordozgatod, és azt válaszolta rá, hát aki meggyógyított, hát az mondta nekem, hát én csak azt csinálom, amit ő mondott. És hogy meggyógyult, és az Úr kijelentette magát neki, és hogy ő nem volt tisztában avval, hogy kicsoda Jézus, de az Úr személyesen jelentette ki magát, mint gyógyító, és úgyis, mint üdvözítő, és hogy itt még egy mondat van, ami nagyon elgondolkoztató, hogy Jézus megkeresi, és azt mondja, hogy eredj el is többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Ez a 14. versben van, vagyis a bűn és a betegségnek az összefüggésére lehet itt gondolni, hogy az Úr nem csak meggyógyította, hanem meg is bocsájtott neki. És hogy minden lelki gyógyulás ott kezdődik, hogy az Úrtól elvesszük a bűnbocsánatot, és azt mondja az Úr, de a régi úton ne járjál, mert ismét lebénulsz. És ha az Úr itt megújít bennünket, akkor ezt várja el tőlünk, hogy hittel, engedelmességgel cselekedjünk, és azt tegyük, amit ő mondott. És azt hordozzuk, amit ő tett ránk. Ezt a nyoszóját Jézus tette erre az emberre, hogy vigyed, ne hagyd itt. Nem kell ez másnak.